Az idősek helyzetéről szóló előadás volt a kiemelt programja a Palócnők a Holnapért Egyesület soron következő rendezvényének Salgótarjánban. Mivel a havonkénti találkozó előző eseménye még a Nemzetközi Nőnap előtt volt, így ez alkalomból köszöntötte a hölgyeket Salgótarján polgármestere és alpolgármestere. Én azért vagyok itt, hogy polgármesterként megköszönjem, hogy önök vannak nekünk, önök civil szervezeteinkben is dolgoznak, önök ápolják férfitársainkat, és nagyon sokat tesznek hozzá Salgótarjánhoz, Salgótarján civil szervezetünk. A szervezet majd minden összejövetelére meghív rangos vendégeket. Ezúttal a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke, Hegyesiné Orsós Éva volt az előadó, aki az idősek arányáról, átlag életkoráról, a nyugdíjak alakulásáról, a nyugdíjplafon lényegéről, az egészségügyi felmérésekről beszélt. A beszámoló végén a legtöbb kérdést a nyugdíjak alakulásáról kapta az előadó. Az ország legkülönbözőbb területein vannak klubok, beszélgetek nyugdíjasokkal, és függetlenül attól, hogy hol járok, szinte mindig ugyanazok a kérdések merülnek föl. A jó minőségű életnek többféle feltétele is van, de nyilván a nyugdíjasok életében az egyik leglényegesebb, ez a nyugdíj összegének az alakulása. Ma Magyarországon nagyon sok nyugdíjasnak 120 ezer forint, vagyis átlag nyugdíj összeg alatti nyugdíja van. Nagyon magas a 100 ezer forint alatti nyugdíjaknak a száma, és ezek az emberek rendkívül nehéz helyzetben vannak. Többek között megkérdezik, hogy látok-e arra esélyt, hogy az ő helyzetük változzon. A másik ilyen nagyon lényeges dolog, amit elmondanak, az az, hogy látják, hogy van esélyünk hosszabb életet élni, de hogy egyre jobban azt tapasztalják, hogy az életminőségüket az egészségi állapotok romlása befolyásolja, és ebben szerepe van annak is, hogy nem minden esetben jutnak el megfelelő időben orvoshoz, nem tudnak minden esetben gyorsan szakellátást igénybe venni, és sajnos nagyon sokan arról is panaszkodnak, hogy nem tudják kiváltani a gyógyszereiket. Elmondják azt is, hogy vannak olyan települések, amelyek a nehéz helyzetük ellenére még mindig tudják támogatni a klubok működését. Máshol azonban olyan bérleti díjat kérnek tőlük, amit nem tudnak megfizetni, és ezért közösségek esnek szét. Ezek a leggyakrabban felmerülő kérdések, tehát nyugdíjas szegénység, egészségügyi ellátórendszer működése, és hát a klubok azok egyben, a közösségek azok az elmagányosodást segítő, hadd mondjam ezzel a szóval, intézmények, amiket féltenek a nyugdíjasok. Hegyesiné Orsós Éva nemrég felkérést kapott az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltjétől. Karácsony Gergely árnyék kormányában a szociális ügyekért felelős tárca várományosa lett. Saját szakterületemen az egyik leglényegesebb dolognak azt tartom, hogy a lehető leggyorsabban találkozzam a szociális szakmai szervezetekkel és az ezen a területen működő civil szervezetekkel, mert azt gondolom, hogy nekik olyan szakmai tudásuk, olyan tapasztalat van, ami nélkülözhetetlen ezen a területen. Intenzív együttműködésben, folyamatos párbeszédben hozzuk a döntéseket, vagy készítjük elő a döntéseket.